Szőlött Présennek a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola udvarán az őszi projekt hét keretein belül. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott programsorozat célja az volt, hogy a gyerekekkel megismertessék az őszi terményeket és azok betakarításával járó feladatokat. Koppány Vászoly, az iskola 6. osztályos tanulója elmondta, nagyon jól érezte magát, neki az egyik legnagyobb élményt a Decsi TS-ben tett látogatás jelentette. Itten ez egy projekthét volt, az Erntedankfestről szólt, ami egy német ünnep, vagy egy hagyomány, ami egy ilyen háladási ünnep, ami tulajdonképpen a termények betakarításáról szól, és az iskolában is ezt megünnepeltük. Ma reggel itt az ebédlőben megbeszéltük egymással ezen a héten lévő élményeinket. Minden osztály más csinált, valaki terménykosarat, valaki elment egy termelőszövetkezetben, valaki megnézte, hogy készítik a bort meg a mustot. A mi osztályunk a Decsi termelő szövetkezetben látogatott el. Nagyné Szegő Bettina keresztény szellemiségű iskolát keresett a gyerekeinek, így most már mind a négyen ide járnak. Szeretik azt a családias hangulatot, ami az intézményt jellemzi. És ez a projekthét, ez az új kezdeményezés, ez nagyon-nagyon tetszik nekünk is. Azért is látom fontosnak, és volt nagy élmény nekik, mert sokan vannak városiak az osztályokban, akik nem nagyon találkoznak azzal, hogy hogyan is kerül a mi asztalunkra ez a sok finom étel, zöldség, gyümölcs, amit elfogyasztunk. Úgyhogy nagy élmény volt elvinni a 8. osztályt, illetve a 7. osztályt a Kolping iskolának, a szekszári Kolping iskolának a kertészetébe. Ott megismerkedtek az őszi munkálatokkal, nagyon élvezték, hogy nagyon szép időnk volt, és nagyon élvezték, ahogy a fiúk áshattak, a lányok kicsit belekóstoltak az üvegházi munkálatokba, hogy hogyan kell paradicsomot föllevelezni, mások faleveleket söpörtek. Szabad levegőn voltunk, ez már egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ezért ez is egy tapasztalat volt számukra. A pedagógusok a szülők bevonásával szervezték meg az élménydús hetet a gyerekeknek, ezzel is erősítve a szülő-gyermek-tanár kapcsolatot. Tulajdonképpen ezen a héten olyan ismereteket kaptak a gyerekeink, amit a mindennapi tanítási óra keretében nem szereznek meg. Ez a két kézzel, meg izzadsággal megszerzett tapasztalat, ez fog majd nyomot hagyni bennük. Erről számoltak be ma délelőtt, ma reggel. Minden osztály egy beszámolóval készült, és bemutatta az új ismereteket, amiket szerzett a hét folyamán. Most délután pedig, a sok munka után egy kis vidámabb formát öltünk, meghívtuk a szülőket, a szülői munkaközösség nagyon-nagyon aktívan részt vett abban, hogy a betakarított termények egyikéből, a krumpliból, nagyon finom paprikás krumplival készülnek nekünk. Mi pedig addig itt a tornateremben táncházzal ütöttük el az időt, de a mai nap csúcsa azt gondolom, hogy az volt, hogy az osztályok által elkészített terménykosarak megáldása. A mai napon Erik atya volt az, aki ezeket a kosarakat megáldotta. Hálát adunk a bőtermésért, hálát adtunk a sok jóért, mindazért, amit kaptunk. Ezt a projekthetet az iskolánk német nemzetiségi munkacsoportja tervezte meg tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy jól sikerült. Én köszönöm a kollégáimnak, és köszönöm a szülőknek, a pedagógusok támogatását. Nem csak munka volt, hanem a játékosság is hozzákapcsolódott a ma délutánunkhoz. Egyik kollégánk, a Diák Önkormányzat segítő pedagógusa, ő pedig nagyon-nagyon sok okos és ügyes ötlettel lepte meg a gyerekeket. Játékos udvarrá alakult át az udvarunk. Itt a régi eszközöktől kezdve a gabonák felismeréséig, aztán a szüret, préselés volt, szőlődarálás, kukoricamorzsolás, kukoricacsutavár építés, és nagyon-nagyon sok apró cseprő ügyességi verseny, amivel a gyerekeket szórakoztattuk az udvarunkban. Az ünnepi áldás után a tanárok meglepetéssel készültek a diákoknak és a szülőknek is. Pappert Gábor, az iskola hajdani tanulója és 8 éves kislánya Anna szolgáltatta tangó harmonikával a talpalávalót a délutáni táncházon.